Magyar hangok. Tarján Péter, Kovács Nóra, Major Melinda, Kapácsi Miklós, Jó Gábor. Nappalok és éjszakák. Első rész. Készült Gilbert Sinué műve nyomán. További magyar hangok. Botár Endre, Koncz István. Szörnyű rémálmom volt. Bocsáss meg. Hát akkor meséld el, ha már felébredtem. Éppen szeretkeztem. De nem veled. Hát kivel? Nem tudom. Esküszöm. És ez neked szörnyű rémálom? Nem a mi szobánk volt, mintha egy másik korban lettem volna. Aztán a falak elkezdtek remegni, a plafon pedig leszakadt, és akkor úgy éreztem, itt a világ vége. Azt hittem, hogy meghalok. Megérdemelted. Nem csaltalak meg téged. Én voltam az, de valahogy mégsem. Igen, én is megijedtem. Nem a saját hangodon szóltál. Mit mondtam? Összefüggéstelen volt. Valamiféle gége hangokat, érdes szavakat. Leginkább törökre vagy romára hasonlított, azt hiszem. Nem most álmodtam ezt először. Nem mondtam, de gyakran álmodom. Egyre intenzívebb. De ez az első eset, hogy felébresztettél. Egy álom, az csak álom volt. Kulcs az álmokhoz. Freud az álomról. Metapszichológia. 600-650 alkalmazott. Az rengeteg elbocsátás. Azaz álnok Ferrer még ebből is előnyt kovácsol. Érdeklik is őt az alkalmazottak. A lényeg, hogy kisebbségben légy, és átvegye az irányítást. Igen, tudom. Úgy vélem, a visszaesést a befektetések hiánya okozta. És nem a felbevő piac hiánya. Fejtse ki, Ferrer! A szektort fel kell lendíteni, és nem a tevékenységét csökkenteni. Irreális. Csoportunknak döntenie kell. Így van, és én kételkedem az önéiben. Tisztában volt a stratégiánkkal, amikor csatlakozott. Annak már 2 éve.
Akkor még nem tudhattuk, milyen nehézségekkel kell majd számolnunk. Rendben. Még valami? Ki szavaz az átszervezés mellett? Írod? Igen. És ki ellene? Megkezdjük az elbocsátásokat, az ülésnek vége. Ma már nem kell az autó. Jó estét, Jean. Jó estét, uram. Clara, itt van? Jelenleg nem szabad zavarni. Ha végzett, szólj neki, hogy a medencénél várom. Úszni akartam, de elaludtam. Megint álmodtam. Nem tudom elmesélni, mert felébredtem. Megint megcsaltál azzal a nővel, ugye? Honnan tudod? Tátva volt a szád, és ki és arcot vágtál. A gyönyör kapujában álltál. Legközelebb diszkrétebb leszek. Mi van veled? Nem tudom. Nem érzem jól magam. Biztos csak a fáradtság. Nem inkább Ferrer? Neked is meditálnod kéne. Reggelente egy fél óra segítene. Hát hasznos lenne. Fél óra reggelente, és napközben már is bűntudat nélkül szednék ízekre 15 versenytársat. És este pedig, ha még van egy kis időm lefekvés előtt, egy fél óra meditáció, és már el is múltak a nyugtatók mellékhatásai. Talán át kellene gondolnom. Át bizony. Megvan a potenciális piac a bútorlánchoz. Megnézzük New Yorkot, Washingtont és Chicagót. Viszont a nyugati part már bajosabbnak tűnik. Richard. Richard, hány ujjamat mutatom? Hármat? Megesküdtünk, hogy elmondjuk. Szóval, ha így állunk, mondd el. Mit mondjak el? Hogy viszonyod van. Még ha fájdalmat okoz is. Tudni akarom. Viszonyom? Ha lenne, elmondanám, miért akarod, hogy viszonyom legyen? Boldogan hencegnék vele. Mint 6 perc 27. Majdnem 2 perccel jobb, mint tegnap előtt, uram. Éreztem. Könnyebbnek éreztem magam.
Szia. Szia. Ferrer támadást fog indítani. A következő közgyűlésen a többséget akarjuk. És mégis, hogy képzeli? Köszönöm. Éppen most próbálja átcsábítani a Bútor Design ág részvényeseinek egy részét. Melyikét? A luxus cikkekét. Az nem lesz elég. Tévedsz, az ő 12%-uk és Ferrer 40%-a elég lehet. A Golion mellette áll? Igen. A Mobiltek, a Virandi? Valószínűleg igen. Á, ezt te olvasod? Igen. Átképzed magad álomfejtőnek, ha Ferrer nyer. Kulcs az álmokhoz. Ezt olvastam kiskoromban. Jól van, mondd csak, a szalonfénye az Alexander és a fényár még mindig a csoport tagja? Igen, az. Miért? Mindegy. Jó, akkor majd később. Igen. Ó, már régen nem hívtál el így kettesben ebédelni. Most mi az oka? Csak látni akarlak, ennyi. Ez nem elég jók? Dehogy nem szeretem. Na jó, azért kérdezni is akartam valamit. Hallgatlak, mondd csak. Tegnap igazad volt. Gondjaim vannak Ferrerrel. Igen, de nem is a te súlycsoportod. Szerinted se. Ugye te csinálod a szalonfénye, az Alexander és a fényár kollekcióját. Igen, én. Miért? A többi szektorról majd később. Jó. Mondd meg, hogy negyed óra múlva megyünk, ne felejtsd el. Rendben. Szabad. Hamarosan találkozunk. Kész. Bravo. Figyelmeztettem Morlant, hogy a feleséged a fényár többségi részvényese. És az Alexandáé. Elég gyorsan utána számolt. 8%-kal kevesebb Ferrernek. Szerencsétlen nem ma fogja megszerezni azt a többséget. Megérkezett az üzenet. Pontosan az ilyen szarvas hibák miatt nem hagyhatjuk, hogy egy magafajta irányítson. Fognak vezetni a csoportot. Menjünk. Jó napot! Kérem, foglaljanak helyet! Ferrer, csodálatos anyagkendője. Imádnivalók ezek a rombusz minták. Igazán megmondhatná, hogy hol tett rá szert. Antoine, a napi rend? Nem az én érdemem. Clara zúzta porrá Ferrert. Nem én. Jól egymásra találtatok. Ki ez a férfi ott? Nagyon ismerős, hogy hívják? Jean-Marc Bonnier. Jean-Marc Bonnier? A pénzügyminisztérium. Ja, igen, igen. Mit csinál itt? Monsieur Deligny, Jean-Marc Bonnier. Üdvözlöm. Az egyik kedves munkatársa mondta, hogy a közgyűlés után valószínűleg nem zavarom. Ha nem tévedek, már találkoztunk. Így igaz. Egy vacsorán iparügyi miniszterünknél Monsieur Raffonnál. Á, igen, igen. Jó magam, a pénzügyminisztériumi kabinet tagja vagyok. Válthatnánk néhány szót? Kérem. Természetesen. Majd visszajövök. A pénzügyminiszter úr nagyon szeretne önnel találkozni. Valóban? Miért? Tőlem egyszerűen csak annyit kért. Kérdezzem meg, hogy részt tudna-e venni egy megbeszélésen. Ez természetes. Szüksége lenne egy olyan ember véleményére, mint ön, aki felelős beosztásban van, és már bizonyított a szakterületén. Kisasszony! 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 Bocsánat. Elnézést, én csak... A ruhája miatt valaki másnak itt ment. Elnézést. Parancsoljon. Köszönöm. Nagyon jó. Köszönöm.
Tessék! Há, micsoda meglepetés! Mit csinálsz itt, Manu? Azt hittem, ex-ben vagy. Hogy vagy? Jól? Nagyon jól nézel ki. Jól vagyok. Anyád tudja, hogy itt vagy? Éppen tőle jövök. Az egyik munkaterületen lesz megbeszélésem. A főnököm akarta, hogy találkozzak az építésvezetővel. Az jó, azt mutatja, hogy bízik benned. Szóval? Szóval... Valami mást akarsz mondani? Igen. Megnősülök. Nem vagy túl fiatal hozzá? Ismerem a lányt? Nem. Mi ez az egész? Miért ilyen sietős terhes? Apa, nem csak akkor házasodunk, ha a lány terhes. Hanem mert szeretjük például. Na jó, figyelj, Károlnak hívják. Ugyanannál a cégnél dolgozunk, és biztosan imádni fogjátok. És anyád mit szólt? Röviden, teljesen ugyanazt, amit te. Miért ilyen fiatalon, miért ilyen gyorsan? Ez nem is igaz. Ti hány évesek is voltatok? Ahogyan már, az teljesen más volt. Teljesen más. Igen. Miért nem éltek együtt egy kicsit előbb? Higgy nekem, ez nem ilyen egyszerű. Figyelj, a kockázatfelmérés nem egyezik a nagy szerelemről alkotott elképzeléseimmel. Azt hiszem, megtaláltam életem párját. És mégis honnan tudod, hogy megtaláltad? Igazán egyszerű. Mintha mindig is ismertük volna egymást. Mintha már korábbi életeket éltünk volna le együtt. Gyerünk! Megy! Figyelj! Támadj! Gyönyörű! Mi ennek találom? Tényleg elragadó. Nálunk tartjuk 2 hónap múlva. Egyre jobb vagy. Gyorsan szervezek egy vacsorát, hogy megismerkedjük ez az enyém. Nagyon szép. Jó lesz, ha figyelek. Mi a véleményed? Mondtam, hogy elragadó. A vacsoráról beszélek. A vacsoráról? A közös vacsoráról a szüleivel. De, Richard! Richard, mi történt? Mi a baj, szívem? Látok dolgokat. Dolgokat? Őt látom. Mindig ugyanazt a nőt az álmomból. Mármint eddig volt álombeli, de most már a valóságban is ott van. Egyszerre csak megjelenik nekem a legváratlanabb pillanatokban a pályán. Múltkor az irodában a folyosón. Futás közben. Ezek a látomások olyan múlékonyak, mintha olyanna meg, akit egy elmúlt korban ismertem. A reinkarnációra gondolsz? De a buddhisták szerint, aki reinkarnálódik, az egy új testben tér vissza, és nem abban, amit ismerünk. Egy kicsit féltékeny vagyok. Ismerem azt a nőt? Félek, Clara. Remélem, ez csak a fáradtság, és nem valami más. Biztos csak a fáradtság.
Orvoshoz kéne menned. Ha még csak az álmaimban lenne. De a pályán olyan valóságosnak tűnt. És hogy néz ki? Barna hajú, magas. Szép? Nagyon. Talán el kellene menned Bartonhoz. Nem kell pszichiáter. Csak azért mondod, mert azt mondtam, hogy szép. Nem vagyok őrült. Hát te mit csinálsz? Nem jössz aludni? De megyek, nézd csak. Mit? Tessék, ilyen ruhában van. Hát valóban, nem épp mai stílus. Igen, több mint 3000 éves. A dorvándorlás korából. Nagyon eredeti viszonyt kezdeni egy akkori nővel. Egy különleges férfinak csak is különleges viszonya lehet. Az ajánlatok, melyeket tettek, nem elfogadhatóak. A szakszervezet nem ír alá egy ilyen átszervezést. Követeljük, hogy a korhatár előtti nyugdíjazás kétszer annyi emberre terjedjen ki. Minden egyéb pozíciónak biztosítsanak a korábbi beosztással azonos szintű munkakört. Az elmúlt 2 év vállalati mérlegén tisztán látszik, hogy számításaiknál magasabb haszon folyt be. Teljesen indokolatlan, hogy a dolgozók ne részesüljenek belőle. Inkább elbocsátanak, mint hogy engedjenek a vállalat profitjából. Ez abszolút megengedhetetlen. Ha sztrájkot akarnak, megkaphatják. Rendben. Írja meg a hivatalos ajánlatot, aláírom. De miért? Hogy? Álljunk meg, kérem, álljunk meg egy kicsit. Majdnem 8 óra van, most akkor megírjuk, vagy nem? Az ülésnek de kérem! Te beteg vagy, Richard. Nem tudlak követni. Ráadásul tudod, hogy nem tehetjük ezt. A többi szakszervezet kész lett volna egyezkedni. Már majdnem visszaléptek. A rohadt életben megegyeztünk, nem? Hogy megosztjuk őket. Hogy mosakodsz reggelente? Fürdesz vagy tusolsz? Tusolok. Rögtön gondoltam. Ez itt a probléma. Tusolás közben nincs időn gondolkodni. Mégis micsodán? Az életen. Zuhanyozol, és nincs időd megkérdezni magadtól, hogy az életük nem ér-e meg egy kis áldozatot. Ez nagyon jó megegyezés. A teljes foglalkoztatottság, az a jó megegyezés. Ragaszkodom a helytelenítésem kifejezéséhez. A következő gyűlésen beszélünk erről. Ennek még következményei lehetnek. Súlyos következményei. Ne keverje össze a vágyait a valósággal. A súlyos következményeket nem magára nézve értem, Dölinyi, hanem a csoportunkra. Egyértelmű. Vigye véghez a kis összeesküvését. Vigye véghez, ha tudja. Teljes mértékben tűrhetetlen.
ezzel veszélybe sodortam az Elmondjam, egész... miért nem lesz maga soha vezető. Mert ilyen képet vág. Az örömnek ki kell ülnie az arcára, ragyognia kell. A maga arcán mi van? Gyötrelem, halál, megvetés. Maga egy savanyú alak, Ferrer. Az ilyenek nem lesznek vezetők. Soha. Nézze meg Napóleont. Marzsolt, Mendé Franz, savanyúak voltak? Há? Nem. Viccelődni kell, Ferrer. Igen, viccelődni kell, és enni kell, sőt, lakomázni. Disznócsülköt vagy marhalábszára, sőt, inni is kell. Ez hiányzik magának, Ferrer. Hogy nem iszik? A marhalábszárhoz a koddünit ajánlom. Há? Gondolját, máshogy fogja látni a világot. Garantálom. Ez az alak megőrült. Teljesen megőrült. Látta ezt? Hallotta? Állj meg, Mario! Uramisten! Richard. Mondd el, mi történt. Megint láttam azt a nőt. Egy furcsa szobrot adott nekem. Szemek, ajkak nélkül. Elnézést. Ő az, Clara. Ő az. Nézd oda. Várj, Richard. Nézd oda, kérlek. Nyugodj meg. Nyugodj meg, az ápolónő az. Valami baj van, uram? Nem. Magunkra hagynak, érem. Hívjanak, ha szükségük van valamire. Clara, kezdek megőrülni. Miket beszélsz? Dehogyis. Nincs nyoma semmiféle agysérülésnek. Az agyvelő teljesen egészséges. Egyik leletet sem mutat fiziológiai elváltozást. Jó, szóval kezelésbe kéne venni. Kezelésbe téged? Én azért nem ezzel kezdeném. Az évekig tarthatna. Nem bírnád ki. Tudod, az agy orvostudománya a kémia is. A kémia, vagyis a gyógyszerek? Persze. Ez a tipikus túlterheltség esete. Már találkoztam vele olyanoknál, mint te. Mint én. A hiperaktívoknál. A nyughatatlanoknál, ha úgy tetszik. Nyughatatlanoknál. Nekik is vannak látomásaik? Esetenként, de általában kevésbé szórakoztatóak. Egy szép nő tunikában, meg sarúban, hát nem mondom, többségükhez az anyja meg az apja jön el, hogy megbüntesse, vagy hogy számon kérje őket. Akkor miért ez a nő? Egy olyan, akit nem ismerek. Miért így néz ki? Biztos vagy benne? Á, ne csináld azt, amit, Clara. Ha szeretőm lenne, vagy ismerném, elmondanám. Sok az agyműködéshez köthető jelenség oka rejtve marad. De a tudomány segíthet megszüntetni néhány tünetet. Még akkor is, ha nem ismerjük az okait. Halló? Madame Deligny-t kérem.
Dr. Bartemieux. Igen, igen, rendben. Köszönöm. Köszönöm szépen, Hubert. Rendben. Szóval, mit mondott? Úgy látja, apádon a paranoid skizofrénia jelei mutatkoznak. Az meg mi? Egy súlyos mentális zavar. Apád még nem tudja. Bartomio nem mondta. Miért? Neki. Nem akarja még jobban felkavarni. Ez hülyeség, segíteni kell neki. Szerinte még visszafordítható antidepresszánssal és pihenéssel. És ha nem használ? Akkor durvább kezelésbe kell fogni. Ez nem lehet igaz. Semmi! Nem Alzheimer. Nem korai szenilitás vagy gyógyíthatatlan dolog. Egyszerűen csak túlterheltség. A hiperaktív karakteremből adódóan, Bartomiót idézve, hiperaktív vagyok. Hát nem elegáns. Cseppet sem lep meg. Mit fog csinálni? Megszüntetem a csoportot, eladom a gyárat, kirúgok mindenkit, és megölöm Ferrert. Csak vicceltem. Pihenni fogok leginkább. 2 hét szabadság, egy szolíd kis antidepresszáns kúra, és új ember leszek. Remek. Velünk ebédelsz? Jó, de gyorsan, mert 3:30-tól igazgatósági ülésem lesz. De épp most mondtad, hogy 2 hétig pihenni fogsz. Előbb át kell adnom az irányítást Antoine-nak. Mit csinálsz itt? Hamarabb kezdték el az ülést. Tessék? Nem tudtam megakadályozni. Ferrer azt mondta, gyengélkedsz, ezért nem jössz. És egy órával korábbra hozta. Próbáltalak elérni Richard, de nem vette fel. Sikerült magam elé állítani a néhány tagot. Az állapotodra épít. Kipártoltát? Le Granier és Bertou. Az még nem elég. A többiek is követni fogják. Nem számolgattam. De a múltkori után nem számíthatunk rájuk. Szóval Ferrer, mostanában nélkülem kezdődik az ülés. Szeretne a helyemre ülni? Igazán sajnálom. Azt hittük, hogy nem jelenik meg. És látja, mégis itt vagyok. Nos, bőven volt idejük a jelentésem kritizálására. Térjünk rá a szavazásra. Van valakinek kérdése? A szavazás már megtörtént, és a többség engem támogat. Maga többé nem elnök. Ferrerrel vannak? Megőrültek? Te ott voltál? Nem. Mind megőrült. Úgy szavaztak, hogy egyikünk se volt itt. A terv jóváhagyásakor mindkettőjük ellenszavazatát figyelembe vettük. Megkérdezheti, minden szabályosan, helyesen zajlott. Helyesen? Maguk többséget szavaztak neki, helyesen. Egy ilyen Ferrer-féle majd helyesen a szakadékba sodorja a csoportot. Dölinj a jelenállás szerint inkább ön az, aki oda sodorta. A szakszervezetekkel kötött megegyezés íre lassan mindenhova el fog jutni. A követeléseket minden szektorra kiterjesztik. Nagy gondot okoz majd, hogy feltakarítsunk a sorozatos megadással járó politikája után. További elbocsátások lesznek, csak hogy leállítsa a szakszervezeteket. Vannak pillanatok, amikor csak a határozott politika lehet célra vezető. 2 hete az elbocsátások miatt csopánkodott, és fellendítésről beszélt, most meg mindent bezárna átszervezés nélkül. Nem túl következetes, Ferrer. Mindenáron a helyemet akarja, de politikája nincs. Nem akartam a posztját. A közgyűlés szavazta meg nekem. Egy átlagos szavazáson figyelembe véve a maga tulajdonhányadát. Csak vesztegetjük az időt. Nézzük a napi rendi pontokat, különben sosem... Nem, Ferrer, ne! Maga egy tűnös gyávalok ember felülök szemtől szembe kiállni! Ereszel. Nézzék meg ezt. Ezt akarták elnöknek?
Indulni szeretem. Nem, maradj csak. Jó napot. Jó napot. Majd a parti után megvárom. Egy kávét legyen szíves. Azonnal. Mi a neved? Nem muszáj válaszolnod. A név úgyis múlandó. Diego vagyok. A romák népéhez tartozom. Köszönöm. Részt vettél már a nagy utazáson? Nem értem. Te tényleg városi ember vagy. A lélek már régóta nem szólítja meg a városi embert. Ereszener, kérem, nincs időm beszélgetni. Látok egy világot a szemedben. Azt mondom, nagy utazásra indulsz. Az idődet vesztegeted, nem érdekel a jövő. Hosszú lesz az utad. Te is kiválasztott vagy. Hatalmadban áll beszélni a holtakkal. És a holtak is beszélnek hozzád. Csak épp még nem tudod. Csak rajtad áll, hogy átlépsz-e azon az ajtón. Milyen ajtón? Miről beszélsz? Nem érdekel a mesét, hagyj békén! Nagy kár. A holtak néha eljönnek az élőkhöz. És vannak élők, akik a holtakhoz mennek. Zavarja ez a férfi, uram? Engedj el. Menjünk. Jegyezd meg, az álom az egynek igazsága, de a valóság mindenki balgasága. Gyakran van itt ez a cigány? Időről időre. Amikor lesátoroznak itt a családjával. Egy egész karaván jön. Most például itt anyáznak a dűne mögött. Aztán meg maga is tudja milyenek. Kettőt pislog, és eltűntek. Jól vagy? Igen, miért? Nem tudom. Anton felhívott, elmondta, hogy nem alakult jól a közgyűlés. Hogy Ferrernek sikerült kitúrnia. Mi ez az egész? Semmi a világon. Egyike a sunyi húzásainak. Ne aggódj. Láttad? A közgyűlés óta nem? Nem őt, hanem azt a nőt. Azt az álomnőt. Nem. Úgy tűnik, beválik Bartomi ő gyógyszere, de olyan kimerült vagyok. Ez normális. Akarod, hogy lemondjuk a holnap esti vacsorát, Carol szüleivel? Nem, azért még képes vagyok helytállni egy vacsorát. Eltolhatjuk egy héttel. Nem kell, mondtam. Ez fontos Emmanuelnek, ha nem vagy... Ilyen rossz rám nézni, vagy mi? Már megmondtam, hogy jól vagyok. És a reinkarnációról, amiben a buddhisták hisznek, arról mit gondolsz? Egyáltalán nem kell buddhistának lenni. Azt a gondolatot, hogy örökké élünk, meghalunk, minden vallásban megtaláljuk. Még a keltáknál is, például. És mi az, hogy a holtak visszajönnek, hogy kapcsolatba lépjenek az élőkkel? Ez szintén majdnem minden civilizációnál megtalálható. És ott van még az a gondolat is, hogy azok, akik természetfeletti módon szerették egymást, engedélyt kaphatnak az istenektől, hogy haláluk után újra találkozzanak. Ez az egész emberiség történetében megtalálható. Erről szól Orpheus és Euridiké mítosza. És pontosan ugyanezt találjuk az indiánoknál, a zuniknál. Richard?
Nem tudtam, hogy ennyire érdekel az ókori kultúra. Valamivel le kell kötnöm magam. Ezeket mind most vetted? Csak némelyiket. Már görögül is tudsz? Igen, egy kicsit. Az érettségig tanultam. Megtaláltam az akkori szótáramat. Jól van. Akkor hagylak. Majd megyek. Ferrer már is elkövetett egy óriási baklövést. Ki fog csúszni a talaj a lába alul, az biztos. Három hónapig se húzza. A következő gyűlésen visszaveheted az irányítást. Nem, gondolkodtam. Te veszed át a helyemet. Ez a te céged, Richard. Te futtattad fel, te fejlesztetted. Neked kell igazgatnod. De már nincs hozzá kedvem. Már csak az hajt, hogy érted harcoljak. Miről beszélsz? Életmódot kell változtatnom. Új dolgokat felfedezni. Ez bizony kapuzárási pánik, de ne légy türelmetlen, majd te is megtudod. Mi az így elkeserít, hogy a helyembe lépedsz? Azért reméltem, hogy örülsz egy kicsit. Akkor 2:00. Jó. Szia. Monsieur Jean-Marc Bonnier-val szeretnék beszélni. Richard Deligny. Igen, jó napot. Átgondoltam a miniszter úr ajánlatát. Nagyon jó. Felhívná a titkárnőmet. Köszönöm. Nincs értelme bennmaradnom a csoportban, ha nem te vagy az elnök. Holnap eladom az Alexander és a fényár részesedéseket. Ne. Meg kell tartanod Antoine-nak. Majd elmondom. Vicces, úgy tűnik, meg sem viselt, hogy leváltottak. Nemrég felkeresett egy pénzügyminisztériumi tanácstag. Bonnier. Tudod, akivel múlt hónapban együtt vacsoráztunk Raffónál? Igen, emlékszem. Szerintem felajánl egy minisztériumi állást. Neked? De te nem politizálsz. Ez igaz. De kíváncsi vagyok. Ön elegem van a rutinból. És talán a problémák se fognak követni. Ferrere gondolsz? Nem, a látomásaimra. Talán azért vannak, mert már untam a munkámat. Már nem látod? Komolyan. Nekem csak te számítasz. Jobban vagyok, mióta otthagytam az igazgatóságot. És Bartomieu gyógyszerei is hatásosak. Na meg, szeretnék valami újba kezdeni. Új kihívásokat találni. Csináld azt, ami boldoggá tesz, kedvesem. Tudtam, hogy ezt fogod mondani. Meddig maradsz New Yorkban? Csak 3-4 napot. Meg kell néznem a washingtoni és chicagói boltokat is. Biztos, hogy nem akarsz velem jönni? Együtt tölthetnénk New Yorkban pár napot. Nem lehet, találkozom lesz a miniszterrel. Nem kezdhetem úgy az új életemet, hogy lemondom az első találkozót. Nem szívesen hagylak egyedül 8 napra. Most már minden rendben van. Bocsáss meg. Miért? Mindenért. Nem leszek egyedül, itt van Jean-Mario. Na meg a tablettáim. És a látomások? Na és a nő? Már nem látom. Álmodban sem? Nem, már nem álmodom. Nem láttad újra? Nem is gondolsz rá? Soha. Látod, milyen csodálatos a kémia? Egy hónap múlva majd újra elvégezzük a vizsgálatokat. Visszamentél dolgozni? Nem. Még pihenni szeretnék egy kicsit. Nagyon jó. Nagyon jó, ha megteheted. Azért szedd a gyógyszert. Köszönöm. Különben visszatérhet.
Köszönöm, Iber. Köszönöm. Tovima. 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 Tovima.
Mit jelent, hogy Tovima? Fórum, ez egy újság. Tényleg létezik? Igen, Aténban árusítják. Az a hihetetlen, hogy mindeddig sose hallottam róla. Láttad már, csak nem emlékszel rá. Ilyen az agy. Elképesztő mennyiségű információt képes elraktározni. Legyen az egy alig hallható hang, vagy egy elillanó kép. Az agyad mind megjegyzi. Clara azt mondta, hogy álmomban egy másik nyelven beszéltem. Ha, akkor biztosan görögül. Gyakran álmodom azt a mélyreható furcsa álmot. Egy nőről, akit szeretek. És aki szeret. És aki nem volt soha. Gyakran álmodom azt a mélyreható furcsa álmot. Egy nőről, akit szeretek. És aki szeret. Hagyd abba a sírást. Azt a holtak nem szeretik. Nem jöhetsz velem a holtak világába. Visszajöttem a holtak birodalmából. Engedélyt kértem tőlük, hogy visszatérhessek hozzád. Az álmaidban nem lehetsz velem. A jelenlegi életedben kell megtalálnod. Nézd! Ezen a helyen éltünk mi ketten. Itt szerettük egymást. Még a katasztrófa előtt, amiben eltűntem. Most is létezik. Keresd meg!
Professori, Aziz, Susan, Honar, Dinazi, Uesintegari, Alem, Dunin, Desse, Mitzeinen. Blefon, Deseis, Ton, Topon, Ion, Sinediosamen, Eno, Alilus, Ifilesamen. Ez görög. Méghozzá ógörög. Kétség kívül a dórok idejéből. Női hang, de eltorzult. Olyan, mint a te beszélnél, befogott orral. Ez valami tréfa? Nem, nem, az esküszöm. Sose beszéltem görögül. Neked nem nyelvészre van most szükséged, hanem pszichiáterre. Nem, ők nem értenek semmit. Ők a kémiát ismerik, nem a nyelvet. Igazad van. Akkor egy pszichoanalitikusra, de nem ám akármilyenre. Egy jungira. Miért jungira? Mert őket érdekli a mitológia, valamint a régi korok. A nyomok, amelyeket ezek hagytak a tudatalattinkban. Jó napot, Jean. Jó napot, asszonyom. A férjem itthon van? Igen, a dolgozó szobában kell lennie. Rendben volt? A legnagyobb rendben. Megijesztettél. Most érkeztél? Igen, kedvesem. Nagyon hiányoztál. Te is nekem, szerelmem. Hogy vagy? Kellemesen telt a heted? Voltál a miniszternél? Igen. Még semmi sem teljesen biztos. Várnom kell. Csalódott vagy. Nem, nem, nem. Ilyen a politika kiszámíthatatlan. Nem úgy, mint az ipar. Akkor mit fogsz csinálni? Annyi izgalmas dolog van az életben. Igen? Például mi? Például maga az élvezete. Nem hiszed? És a teheted hogy telt? 8 nap nélküled egy örökké valóságnak tűnt. Azt hittem, a buddhizmus elszakadásra tanít. De nem tőled.
Nem, nem, ereszel, nem! 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 Szabadít! Boró! Richard! Mi a baj? Mi történt? Emlékszel? Megint kiabáltál. Megint egy érthetetlen nyelven kiabáltál, valami furcsa hangon. Felhívom Bartomjőt. Visszajött. Mikor? Amikor abba hagytam a gyógyszerek szedését. Miért hagytad abba? Kettőnkért. Hogy végre újra legyen szexuális életünk. De hát ez csak átmeneti, Richard. Már volt ilyen időszakunk. Mindenkinél előfordul. Te magadért hagytad abba, hogy újra lásd őt. Azt akartam, hogy visszajöjjön, igen. Szedned kell a gyógyszereket. Ez az egyetlen módja, hogy megszabadulj a látomásoktól. Látod már te is? Mit én is? Már te is kétled. Kétled, hogy csak látomás. Kár, én félek. Félek. Életemben most először félek ennyire. Azonnal éreztem már a legelső állapkor. Létezik? Igazán létezik. Ő nem csak egy szellem a múltból. Most mai ruhában jelent meg nekem. Tudom, őrültségnek hangzik, de biztosan tudom, hogy létezik valahol. És azt akarja, hogy vele legyek. Clara, meg kell találnom. Ezt hívott te izgalmasabb dolgoknak? Meg kell őt találnom, vele kell lennem. El kell neki mondanom, kell, hogy megértsem. Hogy hihetsz ebben? Te, aki olyan racionális vagy. És te nem hiszel a reinkarnációban? Nem kaphat meg. Nem kap meg. Azt akarom, hogy te is harcol, hogy harcolj értünk. És ha Bartomi ökezelése nem válik be, majd keresünk valami újat. Nem kap meg, nem akarom. Richard. Nini, nemicane. Otoso to opusipi, kaini, ipakei, tuton, on, ceteson. Ez a felvétel azon legendákat idézi, melyek átszövik az egész emberiség történetét. Egy asszony meghal, de megkapja az Istenek engedélyét, hogy a szerelme eljöhessen érte a holtak birodalmába. Az esetek nagy részében a terv meghiúsul. Orpheus mitoszában azért, mert kedvese felé fordul, még mielőtt az meglátná a fényt. Máskor azért, mert a férfi sír, holott nem lenne joga hozzá. Mint nálam. Az miért baj? Azért, mert síratni azt, aki már a holtak birodalmában él, az sérti az isteneket. Túl gyorsan távoztál. Visszatértem hozzád, hogy megbeszéljük. Tudod miért? Mert megvan az adottságod. Adottság? Te vagy a híd a holtak és az élők közt. Te láthatod az életet. A tegnapét. A májét,
És a holnapét. Hogy érted ezt? Meg tudom jósolni a jövőt. A jövőt és a múltat? A múltat, hiszen ezt bárki megjósolja. A múlt, amiről én beszélek, az a múlt előtti múlt. Nem értem. Ne mondd, hogy olyan naív vagy, hogy azt hiszed, csupán egyetlen életet élünk le. Hogy megszületünk, hogy meghalunk, és csak ennyi volt. Figyeld az álmaid. Engedelmeskedj. Kövesd őt. Meglátod, olyan élményben lesz részed, amely túlmutat a jelenlegi életeden. Richard? Azt hittem, dolgozol. Nem. Követtelek. A pszichológushoz? Nem, a parkban, miután végeztél. Akkor te is láttad. Kicsodát? A cigányt. Kiről beszélsz? A férfiról, aki mellettem ült, a cigányról. A múlt hónapban már Marióval találkoztunk vele. Senki se ült melletted a padon, Richard. Viszont magadban beszéltél. Nem, tévedsz, azzal a férfival beszéltem. Nem maradt sokáig, ez igaz, hamar elment. Mário, én vagyok az. Találkoztunk a múlt hónapban egy cigánnyal a parti kávézóban. Igen. Nem, csak biztosra akartam menni. Köszönöm. Látod? Senki se ült melletted a padon, Richard. De igen, az a cigány, láttam! Talán számodra láthatatlan volt, de hozzá beszélt. Azt mondta, hogy adottságom van. Hogy a nő értem jött vissza. Hogy az Istenek megengedték, hogy újra együtt legyünk, hogy követtem kell őt. Az Istenek? Miről beszélsz? Mégis miféle Istenek? Te félre beszélsz. Most már elég volt, Richard. Az, hogy látok dolgokat, amiket más nem, nem azt jelenti, hogy nem is léteznek. A cigány azt mondta, hogy van egy képességem, talán elmúlik, talán hihetetlen, de van. Az lenne a legokosabb, ha folytatnád a kezelést. De Bartomeu is azt mondja, hogy az agyműködése talhány. Te is tudod, hogy vannak látók és médiumok, hogy mindez létezik. Hogy még az amerikaiak, a NASA is végez erről kutatásokat. Figyelj! Bonnyiém a felhívott. Utánad érdeklődött. Azt kérdezte, miért nem jelentél meg a találkozón. Megmondtam, más terveim vannak. Á. Mégis mit számít a politika mindazok mellett, amiket most átélek? És én mit számítok? Néhány napja még azt mondtad, vívódsz kettőnk között. Hogy csak azért mennél el, hogy megmond, nem hagysz el engem. Most már, hogy átélj egy földön túli megtapasztalást. És vívódom is. Nem akarok neked fájdalmat okozni. Igen. Szia, Antoine. Igen, megkaptam. A közgyűlésen átveszed a helyem. Clara is úgy tesz. Hm? Ferrer nem sok vizet zavar. Semmi értelme, hogy ott legyek. Sőt, inkább csak ártanék vele. A tagok könnyebben szavaznak neked bizalmat, ha nem vagyok ott. Nem tudnám elviselni Ferrer legújabb nyakkendőjét. Szólsz majd? Minden rendben. Igen.
Richard! Jean! Jó Istenem! De hát mit csináltál? Jean! Nincs változás. Újra csináltunk mindent. Engefalográfiát, agyi CT-t. Nincs semmiféle elváltozás. Akkor mi baja van? Az, amire elsőre gyanakodtam. Paranoid skizofrénia. Már nem tudom, hogy mit tegyek. Elfáradtam. Teljesen megértem, Clara. El kell kezdenie a terápiát nálam. És folytatjuk a kezelést. És a pszichoanalitikus, akihez elment? Ha úgy gondolod, hogy ez megnyugtatja, akkor nyugodtan járhat. De az én terápiám mellett. Rendben. Igen. Igen, ez az. Ez az a kép. Ezelőtt állt, és oda kellett mennem hozzá. Hívott engem. Ez egy Dorfa festmény. Egy éve fedezték fel Krétán. Herceg kőnyaklánccal a címe. Sosem olvastam ezt az újságot. Azt sem tudtam, hogy létezik. Talán egy újságos kirakatában láthatta, vagy átlapozta, csak nem emlékszik rá. De a tévében is sokat beszéltek róla, miután megtalálták. Bár minden részletet megmagyarázhatnánk eltemetett emlékfoszlányokkal. De ott van az a nő. Az a nő mégis honnan jött? Pontosan erre próbáljuk majd megtalálni a választ az emlékei között. Meddig fog tartani? Nos, azt nem tudhatjuk előre. Néhány esetben hónapokig tart, máskor évekig, vagy akár egy életen. Nem, erre nincs időm. Ez teljesen kizárt. Ő most vár rám. Nem akarja elkezdeni a terápiát. Mivel nem hiszi, hogy az a nő az emlékei közül lépett elő. Azt hiszi, hogy létezik. És hogy vele kell lennie. Tudom, hogy ez fájdalmas döntés, de mivel az antidepresszáns nem volt elég, erősebb gyógyszerre váltunk. De te is tudod, hogy mindent elutasít. Akkor kényszeríteni kell. Ha továbbra is ellenáll, be kell vinni a pszichiátriára, hogy komolyabb ápolásba részesüljön. De miért nem jó otthon nálunk? Mert veszélyes. Nem csak magára, de másokra is. Nem vihetem be Richardt a beleegyezése nélkül, ez lehetetlen. Néha kemény döntéseket kell hoznunk a szeretteinkért, ha azok a gyógyulást szolgálják. Istenem. Mit csináljunk? Ide. Eltoljuk 2 hónappal az esküvőt. Addigra rendbe jössz. Bocsáss meg nekem. Mégis miért? Nincs miért megbocsátanom. De tudom, mit beszélek. Bocsáss meg. Akkor csak 2 hónapod van, hogy meggondold magad. Mire gondolsz? Az esküvőre. Miért akarod, hogy meggondoljam magam? Szeretem Carolt, és ő is szeret. Minden rendben, hidd el. Válaszolj nekem őszintén. Biztos, hogy nincs valaki más az életedben. Komolyan kérdezed? Az apád vagyok, elmondhatod. Bíz bennem, én tudom, mit beszélek. Érted, amit mondok? Nem igazán, nem. Bravo, asszonyom!
bíz a tapasztalatokban. Egyetlen ember sem létezhet anélkül, hogy egy napon ne találja meg azt, amit nagy szerelemnek hívunk. Ami elpusztít, mint egy kataklizma. Én már megtaláltam, apa. Károl az, ha nem ő lenne, nem venném el. Hát persze. És amikor rágondolsz, úgy érzed, elpusztít egy kataklizma? Miről beszélsz, apa? Valami, mint egy szélvihar. Mint egy tornádó, egy szédülés. Monsieur Deligny, kezdődik a kezelés. Vagy szeretné, hogy eltoljuk egy kicsit, hogy még a fiával lehessen? Maradsz még? Nem tudok. Megbeszélésem lesz egy óra múlva. 2 hónap. Átgondolod, amit mondtam? És figyelj az álmaidra. Nagyon figyelj rájuk. Nem hallgatunk eléggé az álmainkra. A valóság mindenki balgasága. Az álom az egynek igazsága. Ismered ezt a mondást? Nem. Mi baja van? Elmebaj. Régóta? 1 éve. Szörnyű, mintha öntudatlan lenne. Ez a neuroleptikumok hátránya. A mellékhatásaik sajnos nem mindig visszafordíthatóak. Nála pedig különösen látványosak. Ha szüksége van valamire, nyomja meg. Csak is érted, Richard. Csak is érted. Láttad a többieket? Azt akarod, hogy leépüljek? Hogy folyjon a nyálam, mint nekik? Engedd, hogy megtaláljam azt a nőt. Nincs itt többé semmi dolgom. Nem akarom úgy végezni, mint ők. Ez az én életem, Clara. Ez az én életem. Nem a tiéd.
Mikor akarod kihozni? Amint lehet. Már holnap. Itthon fogod ápolni? Tudod, nem hinném, hogy ezt akarná. A rögeszméje megtalálni azt a nőt. És úgy döntöttem, hogy hagyom neki. És mégis hol? Az álmaiban? Görögországban. Biztos benne, hogy ott van valahol. És hívja őt. Anya! Nehogy azt mondd, hogy kezded elhinni ezt a mesét. Görögország egy kissé bizarr. Le kell állítani. Ez őrület. Újra látni akarja. Hiányzik neki. Ő hiányzik neki. Nem én. Maximálisan ellenzem. Azt hittem, a barátja vagy, Über. Nem kényszeríthetünk valaki gyógyulásra, ha nem akarja. Ez ennél bonyolultabb. A fiam és én szívesen aláírjuk a jóváhagyást. Én figyelmeztettelek, Clara. Ha akarata ellenére hoznak be valakit, az eljárás komplikáltabb. Ha beleegyezek, akkor is szükség van egy másik orvos véleményére. Miért kell másik orvosé? Ez a szabály. A viselkedése zavarhat másokat. Veszélyes is lehet. Egy szakvélemény nem elég. De ha úgy gondolod, hogy segít, engedélyezek neki több sétát. Természetesen sokkal jobban van, de itt van a kolléga, hogy többet tud mondani. Köszönöm. Képes vagy elfutni a parkolóig? Mario ott áll a kocsival. Vár téged. Én majd feltartóztatom az ápolót. Kész vagy? Akkor indulj. Hé! Hogy vagy? Már sokkal jobban. Tudom, hogy sokat kérek. De ez erősebb nálam. Bocsáss meg. Az egy nagy ország. Tényleg hiszed, hogy megtalálod? Igen. Az Olympic Airlines 527-es aténi járata azonnal indul a székkaputól. Köszönöm. Thank you.
Magyar szöveg Szekeres Csilla. Hangmérnök és vágó Pap Zoltán István. Gyártásvezető Pesti András. Szinkronrendező Pesti Zsuzsanna. A magyar változat az SPI International megbízásából a Labor Film Szinkron Stúdióban készült. Produkciós vezető Legény Judit.